A KI AMI kiskulcsosi tagintézmény újonnan kinevezett vezetőjével, Mester Anikóval beszélgettünk a tanévkezdésről és a tervekről. Az új vezető 17. tanévét kezdte meg a kiskulcsosi iskolában, melynek vezetésére most Sági István tankerületi igazgató és Plósz Csilla intézményvezető kérte fel. 17. tanévemet kezdtem meg a kiskulcsosi tagiskolában, és a tavalyi tanévben ért egy felkérés, kiírásra került a tagintézmény vezetői pályázat, mivel nem érkezett pályázat, így megkeresett tankerületi igazgató, illetve intézményvezetőhölgy, és hát a bizalmukról tájékoztattak és erősítettek meg, miszerint szeretnék, hogyha elfogadnám ezt a felkérést, és így kerültem tulajdonképpen ebbe a pozícióba. Fontosnak tartja a hagyományok megtartását, továbbvinni a jól működőket az iskolában, szeretné növelni az iskola hírnevét is. Mindenképpen nagyon fontos, tehát hogy a gyökerektől indulni, a hagyományokat megtartani, ápolni és továbbvinni. Egy jól működő iskola, kiskulcsosi tagintézmény, úgy gondolom, tehát nagyon fontos feladatom az, hogy ezt megtartsam, illetve tovább növeljem úgymond az iskola hírnevét, és hát nyilván azért próbálkozunk álmodozni majd a jövőben és egy kis változást is beiktatni. Szeptemberben 216 gyermek kezdte itt az iskolát. 216 gyermekünk van, és nagy boldogság számunkra, hogy két első osztályt indíthattunk be. Egy 20 és egy 21 fős osztályunk van most jelenleg az első osztályban. Két elsős osztályt indíthatnak, a szakos ellátottsághoz a Kovácsos tagintézményből kapnak segítséget. Másik tagintézményből kapunk segítséget az egyes szakok ellátásához, illetve ott, ahol esetleg nem oldódott meg az ellátás, ott pedig az alsó tagozatos kolléganők segítenek be, tehát mindenhol ellátásra kerülnek az órák. Nagyon jó szülői közösség van az iskola mögött. A bálokat, közösségi összejöveteleket tovább viszi, és a befolyó támogatásokat az iskola fejlődésére fordítja az új vezető is. Örömmel is tölt el, hogy ők is támogatnak sok mindenben bennünket. Eddig is így volt, és biztosítottak arról, hogy ezután is így lesz. Nagyon fontos az, hogy azokat a bálokat, közösségi összefogásokat, amit eddig is megtartottunk, ezután is igyekezzünk továbbvinni, és a befolyó összegeket, akár anyagi, akár erkölcsi, akár fizikai támogatásról legyen szó, az az iskola fejlődése érdekében tudjuk továbbvinni. Már készülnek a programjaik. Ezeket elsősorban szabadban tartják. A családi rendezvényeiket tavaszra, nyára tervezték, a beltérieket korlátozzák. Egyelőre mi még mindent beterveztünk, aztán utána úgy gondoljuk a kollégákkal, illetve a gyerekekkel is úgy beszéltük meg, hogy az adott helyzethez igazodunk. Tehát megpróbáljuk kültérre szervezni a programjainkat kisebb csoportokban, hogy a gyerekek egymással ne találkozzanak, külön a korcsoportokat, és a beltéri programjainkat, azokat most leszűkítjük. A családi rendezvényeinket, azokat úgyis a nyára-tavaszi időszakra terveztük, addig pedig bizakodunk abban, hogy minden megy a saját kerékvágásban, és minden jól alakul. A több épület lehetővé teszi az alsós és felsős tanulók elkülönítését, a nagy udvar, a két kapus ki- és beléptetés is ezt biztosítja. Külön udvarrészt jelöltünk ki az alsó tagozatos gyerekeknek, külön a felsősöknek, így a keveredést megpróbáljuk elkerülni. Két kiskapun érkeznek a gyerekek, tehát a reggeli bejövetelkor sem jelent ez problémát, illetve már megszerveztük azt is, hogy hogyan engedjük haza a gyerekeket, mert ugye nálunk ez is úgymond a nagy udvar átka, hogy a szülők a kiskapun elvárják a gyerekeket, és egyezkednünk kellett abban, hogy hogyan is jut el a gyerkőc anyukához, apukához délután. Az első szülőit nagyon fontos, és nagyon örültünk, hogy meg tudtuk tartani, minden szülő jelen volt, megtörténtek az adatbekérések, az egyeztetések, hogyha ne adj Isten erre sor kerül, akkor hogyan tudjuk, milyen csatornán tudjuk őket elérni. Nyilván, amikor még óvodások voltak a gyerekek, ők is nagyon sok mindent hallottak erről, illetve akinek nagyobb testvére volt, kicsit félnek tőle, de nyilván majd, hogyha szükséges lesz, akkor belerázódnak. Ambíciózus, sok fiatal pedagógus van az iskolában, akik kreatívak, így sok mindent meg tudnak valósítani, de felkészültek az esetleges digitális oktatásra is.